A ház belül egyetlen nagy szoba. Sötét, vigyázzon. Nem járt itt soha? Persze, nem. Mintha benyúlna a hegybe. Keskeny parasztágy és kemence, ajópadló és rozsdás barlangi nap. Egy rézüst lóg a gerenda alatt. És semmi más. Üres a ház. Erdész lakta, aztán az öregasszony, aki a hegyre járt. És mondják, egyszer sas talált. Mondják, tört volt a szárnya, lába. Egy este sas talált, fölvette, és indult le a meredeknek. És amint vitte, egyre nehezebb lett, de ő emelte és cepelte, karjára és hátára vette, hogy imbolygott a vézna hát, mintha vinné a roppant éjszakát. Majd húzta már konokul, gyönge, vén, és hogy átemelte itt a küszöbén, akkor látta, angyalt hozott. Olyan volt, mint az angyalok. Pokrócra tette, nem fért el az ágyban. És ott feküdt az angyal zsákruhában. Nagy volt, barna, mint egy kaszás, vagy egy sebesült katona. És szenvedett. Szenvedett a szeme, szőlőszeme a szemhéprés alatt, a lélegzete szenvedett, a szíve szenvedett, dobogott a ruhája, és néma hangon szenvedett a szája. Csak csontjait lehetett hallani, földrengéskor nagy hegyvonulatok, föl-le gyűrődtek roppant izmai, s válla fölött, karja alatt úgy borzolt a sas színű szárnyatollát, mint nagy, vacogó téli madarak. Ecetes vízzel arcát megtörölte az öregasszony, s virrasztott fölötte. És elaludt, és felriadt. És akkor nem volt semmi más, mint egy ablaknyi pirkadás, az ecetes csupor, a lámpa, és üres. Üres volt a ház. És a gyűrt pokrócon semmi más, mint tűlevéllel csillogó fenyőgaj, frissen zuzmarás.